Előkészülnek a munkakezdéshez a leendő Nagymányoki bölcsöde területén. A település egy állami pályázat keretein belül nyert 135 millió forintot egy új bölcsöde építésére. A már meglévő és nemrég felújított óvoda épületét kinőtték, ezért volt szükség a bővítésre. A közel 300 négyzetméteres objektum is az intézmény részét képezi majd. Egyelőre egy csoportszobánk lesz, aztán úgy terveztük, hogy ha majd esetleg szükség lesz rá, akkor hozzáteszünk még egy csoportszobát. De úgy gondolom, hogy ez a tendencia marad, ami most az elmúlt 10 évben megfigyelhető volt Nagymányokon, akkor kb. 6-10 év múlva, mire kinőnénk ezt a bölcsödei csoportot, addigra egy új óvodát is kell építeni. Most jelenleg 6-8 bölcsödéskorú gyermeket tudnak fogadni, az új épülettel ez megduplázódik, és ezáltal az óvodában felszabadul egy csoportszoba, ahova 20-25 gyermeket is fel tudnak majd venni. A kiszolgáló létesítmények kötik össze majd a két épületet, a kivitelezés már január 18-án elkezdődik. Kész a közbeszerzés, megvan a kivitelező munkaterület átadás, megtörtént. Tegnap meg ma már fölvonul a cég, hordják a gépeket, építőanyagot. És a befejezés, hát úgy szeretnénk, hogy szeptemberben már működjön engedéllyel. Az új épület új munkahelyeket is teremt. A polgármester elmondta, hogy 3-4 kisgyermek gondozóra biztosan szükség lesz majd szeptembertől.